Kis Ferencnek már volt egy vendége, Percznél Gárindikó, a Fidesz lista vezetője, most pedig a mindenigaz Szájer József a vendége, és az előbb voltak hangproblémák, most megpróbáljuk kiküszöbölni, vagy csak remélem, hogy már nem lesznek. Szóval tiéd a szó, Feri. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Természetesen ide is érkeznek folyamatosan az eredmények a millenárisra, és itt áll mellettem Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a mostani lista második helyezettje. Szájer úr, milyen elvárásokkal érkezett ide a mai estére, és most ahhoz képest hol tartunk itt az előzetes eredmények alapján? Az elmúlt hetek kampánya és akár a mai mozgósítás és a részvétel találkozása az emberekkel, polgárokkal, aktivistáinkkal mindenképpen nagy reményekre jogosított fel, úgyhogy nagy győzelemre készülünk. Azt is mondhatnám, hogy mint eddig mindig egy Európa rekordot szeretnénk felállítani. 11 mandátumot jósolt magának a Fidesz. Most lehet, hogy több is kilátszik a jelenlegi állás szerint. Hát ezt meglátjuk, majd pontosan minden szavazatot meg kell számolni, de ez is egyértelműen a többség, tehát a 21 magyar mandátumnak a többsége, és ez egy egészen kiváló eredmény. És hát a százalékban is sikerült akár még az országgyűlési választáshoz képest is növelni. Ugye önök itt már szinte ünnepelnek, viszont a másik oldalon a demokratikus koalíció jelentősen megerősödött az MSZP ellenében. Mit szól ehhez? Meglepődött ön azon, hogy Gyurcsány Ferenc pártja ennyire megközelítette az MSZP eredményét? Hát egyrészt hadd mondjam azt, hogy az összes többi párt mélyen utcahosszal utánunk jön, tehát ennek következtében mi mindig egy kicsit távolságtartásra figyeltük a baloldalon belüli viaskodást. Az, hogy itt most éppen egyik vagy másik párt kerekedik föl, az tulajdonképpen bennünket ebben a tekintetben nem érint. Hát majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kijönni. Minden esetre az egyértelmű pozícióvesztés, hiszen az MSZP úgy még sosem szerepelt, hogy a Jobbik lehagyta volna. Képviselő úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hölgyeim és uraim. Ennyit egyelőre innen a millenárisról, mihez többet tudunk önöknek mondani, jelentkezünk ismét.